Nincs változás, az eredeti tervek szerint hétfő reggel 9 órakor elkezdődnek az érettségi vizsgák, mondta a köztévében Maruzsa Zoltán. A köznevelésért felelős államtitkár kiemelte, mindent megtesznek a diákok és a pedagógusok biztonsága érdekében. Jövő héten hétfőn megkezdődnek Magyarországon az érettségi vizsgák. Azért mondom ezt nagy bizonyossággal, mert továbbra sem történt olyan esemény, ami miatt halasztás lenne szükséges. A járvány láthatóan kontroll alatt van, a napi fertőződések száma alacsony, és vélhetően elkezdődnek a lazító intézkedések. A résztvevők számáról érdemes beszélnünk. 113.380 hétfő jelentkezett eredetileg az érettségi vizsgákra. Ahogy ezt már bejelentettük, különösen azok körében, akik ugye nem idén zárták a tanulmányokat, előrehozott vizsgákat tettek volna, hivatalból összesen 26.638 főt töröltünk. Ők a későbbiekben tudnak majd érettségi vizsgát tenni. A visszalépésre rendelkezésre álló 5 napos határidő alatt 2455 fő lépett vissza, ez a jelentkezők 3%-a, a vizsgázók száma így 84.284 fő lehet a jövő hétfőn kezdődő vizsgákon, 97% tehát érettségizni akar. Visszalépésre természetesen van mód, ezt ismét kiemelnénk, semmilyen szankció nem éri azt az érettségizőt, aki akár a vizsgák előtt gondolja meg magát, és csak annyi dolga van akkor, hogy nem jelenik meg az érettségi vizsgán. Milyen intézkedések mellett zajlik az érettségi, fontos, hogy azt gondolom végigvegyük, hogy hogyan is lesz biztonságos ez az érettségi vizsga. Rendhagyó módon azzal kezdeném, hogy mit nem teszünk a felmerülő ötletek közül. Központilag nem rendeltünk el lázmérést, hiszen alapelvként tekintünk arra, hogy aki beteg, az természetesen kérjük, hogy a többiek érdekében ne vegyen részt a vizsgán. Lázmérésnek azonban nem látjuk értelmét, hiszen ha valaki ennek ellenére szeretne elmenni, 2 kataflán bevételével egészen biztos vagyok abban, hogy 37 fok alá vihető a láz, ezért nem rendeltük el központilag a lázmérést. Amit viszont teszünk, mindenképpen csak írásbeli vizsgát tartunk, néhány tárgyból van kivétel, erre megtörténtek már a bejelentkezések, ezáltal a személyes kontaktusokat a felére csökkentjük. Az első héten a vizsgák 9 órakor kezdődnek, ennek az az oka, az a magyarázata, hogy a munkában a járók és az érettségizők lehetőleg ne találkozzanak a különböző járatokon tömegközlekedésben, melyek esetén a járatsűrítés megtörtént, köszönet az együttműködésért az érintett társaságoknak, tehát a tömegközlekedés terén arra lehet számítani, hogy a vizsgák kezdete előtti időszakban sűrűbben járnak majd az eszközök. Ezzel együtt is vélhetően arra készülünk, hogy számos esetben inkább autóval viszik oda, érkeznek oda az érettségizők. Annak érdekében, hogy ebből ne legyen forgalmi fennakadás, az intézmények előtt a közterületeken a rendőrség közreműködését is kértük. Tehát bent az épületekben nem, de kint forgalomirányítás, csoportosulások kezelése érdekében lehetséges a rendőri jelenlét, és lesz rendőri jelenlét az iskolák környezetében. Mindenkinek maszkot, a tanároknak pedig kesztyűt is biztosítunk az állami tartalékok terhére. Tanulói maszkból 422.455 darabnak a kiszállítása, felügyelő tanároknak és az emeltszintű javító tanároknak 147.075 darab maszk, és ugyanennyi pár kesztyű kiszállítása indul el. Kezdődött meg az egyes intézményekben, jelenleg a kormányhivatalokban vannak ezek az eszközök, és holnapi nap folyamán lehet átvenni majd. Ennek kapcsán az intézmények, a fenntartók megkapták már az értesítést, hogy ki, hol, milyen módon tudja ezt megtenni. Minden érettségiztető intézmény készfertőtlenítőt is kap, ugyanígy a központi állami tartalékok terhére. Szerda reggeli adatok szerint Magyarországon 2727 igazoltan új koronavírussal fertőzött beteg van, 536-an gyógyultan távoztak a kórházból, 300-an pedig elhunytak a betegségben. Hatósági házi karanténban 10.071-en vannak. A Debreceni Egyetem Nyíregyházi egészségügyi karának felvételi adatain is tükröződik az országos tendencia. Az átlaggal megegyező mértékben nagyjából 5 éve csökkent az általános eljárás keretében jelentkezők létszáma tavalyhoz képest. Az egyes szakok képzési formák között ugyanakkor jelentős különbségek tapasztalhatóak. A nappali képzésekben egy kicsit nagyobb visszaesést tapasztaltunk, mint a levelező képzésekben. A szakok közül
kiemelném, hogy például a levelező szakos szociális munka alapképzésre az előző évinél másfélszer többen jelentkeztek, a többi esetben általában azért csökkenésről számolhatunk be. A szakok népszerűségében nem volt változás ebben az évben, tehát a nappali tagozatos képzéseknél továbbra is a mentőtiszt és szülésznő képzések voltak a legnépszerűbbek. A levelező tagozatos képzések közül, mint kiemeltem, most kiemelkedően sokan jelentkeztek a szociális munka alapképzésre, illetve nagyon sokan választották az ápoló és a védőnő képzéseket. A nyelvvizsgával még nem rendelkező jelenlegi vagy volt felsőoktatási hallgatókat érintő könnyítés, vagyis a kötelezettség teljesítése alóli mentesség az egészségügyi karon 711 embert érint. Most az adataik begyűjtése és ellenőrzése folyik az intézményben. Őket értesíteni fogják, hogyan és milyen formában vehetik át okleveleiket. A DK helyettes az idei záróvizsgákkal kapcsolatos változásokról is beszélt híradónak. Elektronikus formában fogjuk lebonyolítani a szóbeli vizsgákat, illetve a szakdolgozatvédést is, tehát a hallgatóknak ilyen értelemben nem kell az intézményünkben megjelenniük, és ezzel próbáljuk ugye a személyes kontaktust a minimálisra csökkenteni. Az egészségtudományi képzéseknél ott gyakorlati vizsgák is elemei a záróvizsgának, így ebben az esetben hát ezeknek a lebonyolítása az demonstrációs teremben fog történni tervezetten. Hozzátette, a Szociális és Társadalomtudományi Intézethez tartozó szakoknál az eredeti záróvizsga időszakot egy héttel meghosszabbítják, ezeket a június 8-án kezdődő két hétben bonyolítják le. Az egészségtudományi képzések esetében ugyanakkor még nem döntöttek az időpontról. Rekordtermés lehetett volna az idei gyümölcs szezonban, azonban ezt a tavaszi fagyok jelentősen tönkretették Európában és Magyarországon egyaránt. Emellett a koronavírus járvány is jelentős keresletcsökkenést okozhat a gyümölcs és zöldségpiacon, így aztán egyelőre lehetetlen megbecsülni, hogy az árak miként fognak alakulni az idei szezonban, mondta el Apáti Ferenc, a Fruitweb alelnöke. Jelen pillanatban azt megbecsülni, hogy akár a járvány, akár a fagykárok milyen hatással lesznek a piacra, lehetetlen. Becsléseket lehet adni, fikciókba lehet bocsátkozni, amiben nem szívesen bocsátkozunk. Látható körvonalak azért viszont már vannak. Ebben az évben akár egy nagy termés, egy rekordtermés is lehetett volna gyümölcsből, mert tavaly egy gyenge termésünk volt, nagyon jó volt a virágsűrűség a fákon, erős virágzást látunk, és ha ebben nem szólnak bele a tavaszi fagyok, akkor lett volna egy nagyon nagy termés. Ez az egyik oldal. A másik oldal az, hogy valószínűsíthető, hogy a koronavírus járvány okán valamelyest vissza fog esni friss gyümölcsök, zöldségek iránti kereslet, hiszen több tízezren váltak munkanélkülivé, bezárt a szállodaipar, a vendéglátó szektor, bezártak iskolák, oldák, amelyek azért vettek fel zöldséget, gyümölcsöt, így a kereslet valószínűsíthetően mérsékelten, de visszaesik. Ha egy nagy terméshozam és ennek következtében egy erős kínálat társult volna egy koronavírus járvány miatti visszaeső kereslettel, az akár piaci összeomlásokat is okozhatott volna, azonban árakról még lehetetlen becsléseket adni, tette hozzá Apáti Ferenc. Most azt lehet mondani, hogy a túltermelést, a túlkínálatot valószínűleg a tavaszi fagyok sajnos be megoldották, a járvány okán pedig nem számítunk olyan mély kereslet csökkenésre, ami a jelenlegi terméskilátások mellett összeborítaná a gyümölcspiacunkat. Ezzel együtt árakról beszélni jelenleg borzasztóan korai lenne. Meg kell várnunk a következő 4-6 hetet, vagyis a természetes tisztuló hullás folyamatát, majd május közepén, második felében tudunk termést becsülni, megmondani azt, hogy mely gyümölcsfajból körülbelül mekkora termés várható, és ha ezt tisztán látjuk, akkor már az árak tekintetében is lehet bátrabb becsléseket adni. A legtöbb gyümölcsfajnál azonban az európai és a hazai fagykárok miatt nem kell túlkínálatra számítani, viszont a fogyasztók számára megnyugtató lehet, hogy a gyenge termés miatti áremelkedést a vásárlóerő csökkenése szabályozhatja számukra kedvezőbb irányban, tette hozzá az alelnök.
A Móricz-Zsigmond megyei és városi könyvtár március 16-án zárta be kapuit a koronavírus miatt a könyvbarátok előtt, azóta nem lehet kölcsönözni sem. A munkák azonban nem álltak meg, rengeteg háttérmunkát kell elvégezniük a könyvtár dolgozóinak. Az állomány ellenőrzés, selejtezés és a raktárak rendbetétele mellett egy komoly digitalizációs folyamat is zajlik. A Kelet-Magyarország lapszámait 1945-től 2017-ig digitalizáljuk még folyamatosan, illetve az állami, a kárpátaljai állami levéltár gyűjtőkörünk szerinti anyagát is digitalizáljuk, ezeket folyamatosan töltjük fel a honlapunkra. Illetve ügyfélszolgálaton, hétköznapokon, telefonon tájékoztatást adunk az olvasóknak, a kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejét természetesen meghosszabbítottuk erre az időszakra, így késedelmi díjat senkinek nem számítunk fel. Lehetőség van az online adatbázisaink ingyenes használatára. Ezzel is segítik a tanulók és kutatók munkáját. A legkisebbeket sem felejtették el, őket különleges vetítés várja az online térben. A gyerekeknek, a kisebbeknek papírszínházas vetítést teszünk közzé YouTube csatornánkon, Facebook oldalunkon, könyvtári mesék címmel. Volt már a Csizmás Kandúr mese, papírszínházas mese, vagy a Mély Királynő. Továbbá online kiállításokat is szervezünk, mivel zárva van könyvtárunk, de beterveztünk ebbe az időszakban kiállításokat, felkértük a kiállítókat, hogyha tudja megosztani online formában. Így átküldték nekünk az anyagot, és ezt egy videó keretében megnézhetik az érdeklődők a honlapunkon. Emellett a digitális archívum népszerűsítésében, az online tartalmak megosztásában is segíthetnek azok, akik otthon maradnak a koronavírus idején. Egy felhívásban a könyvtár munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy aki érdekes vagy aktuális cikket, videót vagy hanganyagot talál az archívumban, egy rövid leírással küldjék el a könyvtárnak, hogy azt közzétehessék. A tervek szerint pedig néhány héten belül elindulhat egy könyvet házhoz szolgáltatás is. Váratlan helyzetet teremtett a koronavírus, de a meghozott intézkedéseknek köszönhetően semmiféle probléma nem merült fel a mintegy 3000-es lélekszámmal rendelkező Tuzséron. A község polgármestere Ferkovics Tibor kifejtette, az önkormányzat nem próbált meg eltérni a központi javaslatoktól. Mint mondta, a hivatali ügyintézés korlátozásával és a szociális intézményekben alkalmazott óvintézkedésekkel sikerült nyugalmat teremteni a településen. Itt a lakosság összetétele miatt a kijárási korlátozást az ünnepek alatt megpróbáltuk egy kicsit komolyabban venni. Húsvétkor az üzletek bezárásával sikerült egy kicsit korrigálni, de egyébként nagyjából ugyanazok a dolgok jellemzők a településünkre, mint a körülöttünk lévőkre. Az oldánk működik csökkentett kapacitással, a szociális intézmények is működnek, tehát annyi a különbség, hogy náluk a Mándoki térségi szociális központ látja el ezeket a feladatokat, illetve az idősek gondozását a helyi református egyház is. Ezek működnek probléma nélkül, nekik besegítünk fertőtlenítőszerbe, illetve maszkokat biztosítottunk nekik idáig, de nincsen nagyobb probléma, hál' Istennek. A polgármester a település fejlesztéseivel kapcsolatban elmondta, az önkormányzat forrás nyert önkormányzati utak és járdák felújítására, emellett pedig folyamatban van a történelmi Lónyai kastély tetőszerkezetének rekonstrukciója is. A fejlesztések előtt vagyunk, illetve van egy olyan fejlesztésünk, ami nem kifejezetten miénk, hanem a Nemzeti Örökségvédelmi Nonprofit Kft., ugye a Tuzséri Lónyai kastélya az ő tulajdonokban van, és a kastély tetőszerkezetét elkezdte javítani, illetve teljes felújítása van ennek a kastélynak, mármint a tetőszerkezetnek, és ők gőzerővel dolgoznak. Mi pedig a magyar falus pályázatok előtt vagyunk, még az előkészítő munkák folynak. Ferkovics Tibor hozzátette, néhány kisebb kivételtől eltekintve a lakosság türelmesen viszonyul a koronavírus járvány miatt elrendelt kijárási korlátozásokhoz. A rendfenntartó erők segítségével pedig a húsvéti időszakot is gond nélkül átvészelte a község lakossága.
Március optimális esetben a Móricz Zsigmond Színház életében a nyári programok és a Vidor Fesztivál programjainak véglegesítéséről szól. Idén azonban az elmaradt előadások miatt az újratervezés áll a középpontban. Nem lehet tudni, mikor nyithatnak újra a színházak, mikortól lehet újra rendezvényeket tartani, és mikor tudják majd pótolni az elmaradt előadásokat. A társulat nem hagyta kultúra nélkül a rajongóit, hiszen a közösségi oldalakon nap mint nap jelentkeztek a színészek különböző témájú videó üzenetekkel. Az újraindulásra persze már készülnek. Természetesen folyamatosan újra gondoljuk az életünket. Nem mondott senki ki tulajdonképpen egy olyan időpontot se, amikortól el lehet kezdeni a tervezést, de mi egy július 15-öt elkezdtünk megcélozni, és abban bízunk, hogy onnantól kezdve pótolhatjuk majd az elmaradt előadásainkat. A nagyszínpadi előadásainkat kivétel nélkül a szabadtéri színpadon szeretnénk bepótolni. Ezt követően a szabadtéri nyár programjából, ami megmaradt, azt a néhány hétvégét szeretnénk kihasználni. Majd, ha minden jól megy, akkor az évadot úgy fogjuk elkezdeni, ahogy eredetileg terveztük, tehát csak a most befejeződő évadnak a két bemutatója, a Sógornők és a Várnék Sötét lesz, ami ténylegesen elmaradna. És az Édes Seriti, illetve a kamaraszínpadon a Kripli a tervek szerint szeptembertől már tudna menni, és mindkét előadás augusztusban már, ha tudna próbálni, akkor szeptember elején be tudnánk mutatni mindkettőt. A szabadtéri nyár programja igazából már februárban végleges volt, a vendégprodukciók továbbra is be vannak ütemezve, azonban kérdéses, hogy miután ezen színházak is küzdenek majd az elmaradt előadások pótlásával, vajon lemondják-e vendégszerepléseiket. A Vidor Fesztivál programja is végleges volt, ami szintén komoly fejtörést okoz a szervezőknek. A legnagyobb félelmünk az a Vidor Fesztivál színházi programjával az, hogy a meghívottak nem tudnak eleget tenni a meghívásnak, mert otthoni kötelezettségeik lesznek. Egyébként a mi részünk már majdnem megvan. Még egy két hét lenne eredetileg a tervekből, hogy minden előadást megnézzünk, illetve összesítsünk, hogy mit hívjunk, mit ne hívjunk. De hát ez most egy óriási kérdés lesz, hogy melyik előadás fogja elvállalni a nyíregyházi vendégszereplést. Az elmaradt előadásokkal kapcsolatban a bérletesek a napokban kapnak tájékoztatást a lehetőségeikről. Kirják Róbert hozzátette, a társulat, a szervezők és mindenki, aki nap mint nap a közönség szórakozásáért dolgozik, már nagyon várja, hogy újra megteljen a nézőtér. Ám addig sem maradnak a nézők színház nélkül, a közösségi oldalakon a színházi mesematinét láthatják minden délelőtt 10 órakor. Este 7 óra 7 perckor pedig valamelyik nyíregyházi színész bejelentkezését. Forró vizet a kopasznak! A kopasz úgy megijedt, kiugrott a töpjéről, a sok farkas mind lepotyogott, kinek lába, kinek nyaka tört ki. A kopasz meg úgy elszaladt, hogy sose látták többet. Köszöntöm a kedves nézőket! Vaja, Őr és Jármi között a 49-es számú főútvonalon útfelmarási munkálatok zajlanak, majd azt követően aszfaltozni fognak, forgalomkorlátozás mellett közlekedhetnek. Az említett főútvonalon elsősorban lakott területen kívüli sebességkorlátozásra számíthatnak az arra haladók, és mintegy 16 kilométeres útszakasz, ami főútvonal jellegű, egészen Vaja, Őr és Jármi bel- és külterületén forgalomkorlátozás mellett közlekedhetnek. Viszont burkolati hiba Jármi és Máté Szalka között, itt a járművezetők nagyobb figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek. Több főútvonalon még tartanak a munkálatok, amik burkolatjelek festésével, illetve útburkolati hibáknak a megerősítésével folytatódnak a megye területén, de külön felhívjuk figyelmüket a 38-as főútvonalon közlekedőknek Nyírtelek belterületén, hogy továbbra is útfelmarás és felújítási munkálatok miatt van a forgalomkorlátozás. Az elmúlt 24 órában több közúti közlekedési baleset történt, gyakran fordult elő az utóbbi időben, hogy jobbra kiegészítő zöldnél véletlenszerűen egyenesen haladt a járművezető. Ez történt tegnap délután a megyeszékhelyen a 36-os főútvonalon, mikor egy járművezető véletlenül a jobbra kisívben lévő zöld jelzőlámpánál
egyenesen haladt, és így ütközött a neki jobbról szabályosan érkező személygépkocsival. A felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, ezért a hatóság segítségét kérték. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra! A többi sportág képviselőihez hasonlóan az atlétákat is a falak közé kényszerítette a koronavírus járvány. Normál esetben májusban indul a szabadtéri idény, jelen helyzetben azonban csak abban bízhatnak a magyar atléták, hogy a nyár végén legalább az országos bajnokságot meg tudja rendezni a szövetség. Miután minden világverseny lebontak ebbe az évbe, nekem Péter van, aki nemzetközileg készültett volna Európa-bajnokságra, és legolimpiára, tehát ezek nem lesznek, viszont a Magyar Atlétikai Szövetség mindenképpen akar egy versenyidényt, még akkor is elcsúszhatva. A jelenlegi tervek szerint augusztus elején lenne a magyar bajnokság, és akkor utána megtartanák a csapatbajnokságot, meg minden korosztályos bajnokságot. Tehát végül is nekünk most a cél a korosztályos bajnokságok és a csapatbajnokság. Az őszi versenyszezonra ezek lennének a célok. Mint az edző elmondta, ebben a helyzetben is igyekeznek motiválni a sportolókat. Abba egyeztünk meg itt a többiekkel is, meg főleg Petivel, meg a nagyobbakkal, hogy szinten tartás folyik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi körülmények között ugye zár van a csarnok, a Continental Arenát tudjuk néha használni, és ezen kívül természetesen az adott körülmények között terepen itt van egy nagy lőtér, tehát olyan helyen tudunk edzeni, meg olyan dolgokat, amik adottak, tehát igazából komoly speciális munkát nem tudunk végezni, ugrani nem tudunk. Marad az, hogy a fizikai képességeket próbáljuk esetleg szinten tartani. Személyes kapcsolatom nincs a kisebbekkel, ők hetente kapják az edzéstervet, jönnek a visszajelzések. A csapat egy jó része, a nagyobbik része, a lelkesebb, az készül, alig várják, hogy a stadion tudjuk használni, és akkor tudjunk újra keményen edzeni. Tehát én azt gondolom, hogy azoknak a gyerekeknek a magyar bajnokság a fő cél, tehát lelkesednek, és már hiányzik nekik nagyon az igazi edzés. Az előző, sérülésekkel nehezített év után Bakosi Péter az idei nyáron a következő idény alapjait kezdi lerakni. Kényelmesen készülök, igazából a nyári szezon az csak egy ilyen átvezető lesz, a téli alapozásomra is készülök a jövő olimpiára. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 29-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb, holnap várjuk majd Önöket, a tudósításainkat pedig addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!